Mai téma az a koronária betegség lesz. Mindenki sok szeretettel köszöntök a részvevők közül, jövendő kolléganőket és kollégákat. Múlt alkalommal a szívelégtelenségről beszéltem, most legalább egy akkora téma érintése történik majd, de hát azért tudni kell, hogy erről hetekig lehetne előadásokat tartani, tehát itt nem is a teljesség a lényeg, hanem próbáltam néhány olyan szempontot kiemelni ebből a témakörből, ami talán a legfontosabb, és ami egy pici kis szemléleted is tükrözhet és átadhat a jövő orvos generációinak, mert igazából nem is annyira a tárgyi ismereteknek a felsorolása a lényeg itt sem, hanem az, hogy valamilyen szellemi kontextusba tudjuk a dolgokat elhelyezni, ami adott esetben egy korélettani kontextus jelent, klinikai korélett, arról a múltkor már beszéltem, hogy ez egy méltatlanul, ugye kicsit elhanyagolt területe az egyetemi oktatásnak, pedig ennek sokkal kiemeltebb szerepet kéne adni, tekintve, hogy a klinikai gondolkodásnak és gyógyításnak tulajdonképpen ez jelenti az elméleti alapját. Úgyhogy ilyen kis kitérő után a legelső ábrával én azt szeretném demonstrálni, hogy hát azért ez egy hatalmas jelentőségű betegség, az iszkémiás szívbetegség, ugye szándékosan soha nem iszkémiát mondunk, hanem iszkémiát, ugye, mert az iszkémia az egy germanizmus, tehát Németországon kívül sehol nem nevezik ezt iszkémiás szívbetegségnek, kivéve néha helytelenül Magyarországon. Tehát az ischemic heart disease, ugye angolul, vagy ugye miután iszkémia az egy görög szó, tehát az iszkémia a helyes kifejezés, és ez az iszkémiás szívbetegség, hogyha a világban való megoszlását nézzük, hogy a előfordulási arány 100 000 lakosra vonatkoztatva milyen gyakoriságú, és ugye a legritkábbtól a legsűrűbbig haladunk, akkor sajnos láthatjuk, hogy Magyarország itt a legsűrűbb denzitást jelenti, tehát Magyarországon kifejezetten gyakori az iszkémiás szívbetegségek előfordulása, még Európán belül is kiemelkedően gyakori. Ahogy Kelet-Európa felé haladunk, úgy sajnos egyre gyakoribbá válik, és azon belül is van egy kiemelt szerepe, hát főleg a balti államoknak, Bulgáriának és Magyarországnak, tehát ez nem egy nagyon biztató helyzet, különösen a rizikófaktorokra vonatkoztatva lehet ezt magyarázni, de hát erre majd későbbiekben kitérek. Hogyha ez egy viszonylag újabb Eurostat ábra, ami azt jelenti, hogy ugye Európában 1 millió lakosra körülbelül 1194 halálozás jut, ami a koronária betegségeket illeti. Ez ugye magasabb a férfiaknál, és alacsonyabb a nőknél, tehát így jön ki a kettő átlagaként ez az átlagos halálozás. Hogyha azt nézzük, hogy itt ilyen kis szaggatott fehér vonallal van a szívnek a iszkémiás szívbetegség halálozásának az európai átlaga, akkor azt láthatjuk, hogy ahhoz képest például Litvániában is jóval magasabb, ugye? És hát Magyarországon is jóval magasabb, Szlovákiában úgy szintén, tehát ilyen szempontból abszolút rossz helyen állunk. Aztán vannak olyan országok, mint Franciaország, Hollandia, Spanyolország például, ahol meg kisebb az iszkémiás szívbetegségből származó halálozás. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon megosztik a mezőny, és hát nagyon sokat lehet még fejlődnünk ez ügybe sajnos.
Még egy ilyen statisztikai ábra, aztán nem rabolom a társaság figyelmét a statisztikával. Ugye ez egy 75 év alatti populációt vizsgáló Eurostat statisztika, ahol a standardizált halálozást nézik az összes kezelhető betegséget illetően, és itt feketével látjuk ugye az iszkémiás szívbetegségből származó halálozást európai szinten, és aztán országokra lebontva, és hát itt is látszik az, hogy Litvánia kilóg a sorból, és talán Lettország is még előttünk jár, de rögtön a harmadik dobogós helyezést azt mi szereztük meg ezen a listán, ami a halálozási arányt jelenti a iszkémiás szívbetegséget illetően, az összhalálozást tekintve a 75 év alatti korosztályban. Tehát ez megint csak egy nagyon szomorú és elgondolkoztató adat, és ezért gondolom, hogy ennek a mai előadásnak különös jelentősége van, mert hogyha innen valamit sikerül hazavinni, és a jövő praxisában megvalósítani, akkor már jobb lesz a helyzet. Egy pici korélettali visszatekintés, ugye ez elég jól ismert ábra, de most ezt föl kell, hogy egy kicsit elevenítsem, pont a klinikai gondolkodás patofiziológiai hátterének a megértése miatt. Ugye a szívizomnak az oxigén igényét és az oxigén kínálatát meghatározó tényezőknek az egyensúlya, az rendkívül fontos. Az oxigén igényt alapvetően befolyásolja a szívfrekvencia, ezt nem kell külön magyaráznom, hogy miért, ugye magasabb szívfrekvencia több munkát jelent a szívizom számára, a kontraktivitásnak a készsége, tehát erőteljesebb kontraktivitás ugyancsak magasabb oxigén igényel jár, és a szisztol és falfeszülés is növeli az oxigén igényt, ez kevésbé közismert talán, de hát például egy hipertóniás betegnek az afterload növekedés miatt ugye magasabb afterloaddal szemben kell a szívnek összehúzódnia, a balkamrának például, és ilyen értelemben a falfeszülés növekszik, és ez is egy oxigénigény növekedést okoz. Másik oldalon természetesen különböző tényezők befolyásolják az oxigén kínálatot. Azt egyrészt a koronária keringésen kívüli tényezők is befolyásolhatják, például a vér oxigén szállító kapacitásának a csökkenése, legyen az egy ilyen anémia, vagy egy methemoglobinémia, tehát aminek semmi köze nincs a hosszú vérkeringéshez. De hát a többségében azért az oxigén kínálatot az oxigén keringésnek a zavara vagy csökkenése okozza. Ugye az oxigén kínálat az le tud csökkenni magasabb frekvenciánál is, már csak abból adódóan, hogy a diasztolés fázis rövidül. A diasztolés fázisnak a hossza az alapvetően befolyásolja a koronária keringés, mert minél hosszabb, ugye minél lustább a szívfrekvencia, annál inkább javul a koronária keringés, tekintettel az, hogy arra, hogy a koronária keringés elsősorban a diasztolés fázisban zajlik. Természetesen a vaszkuláris rezisztenciának a mértéke is befolyásolja a koronária keringést. Ezt neurális kontroll, autoreguláció, humorális faktorok, metabolikus kontroll mind-mind befolyásolják, és lehet extra vaszkuláris kompresszivel úgy szintén. Tehát ez egy komplex patofiziológiai állapot, amit részleteiben is elemeznünk kell egy adott betegnél. Kicsit egyszerűsítve a hétköznapi gondolkodásra, mik azok, amik a miokardiális hipoperfúziót előidézhetik? Tehát egyrészt a csökkent diasztol és koronária perfúziós nyomás,
Például, ugye, ha valakinek van egy jelentős aorta inszuficienciája, ott a diasztolés nyomás az rendkívüli mértékben lecsökkenhet, majdnem akár egészen nulláig, tehát ilyenkor a koronária perfúziós nyomás is ennek következtében csökkenni fog, tehát a súlyos aorta inszuficienciában szenvedő betegek, azok úgy is tudnak anginázni, hogy tulajdonképpen a koszorúér rendszerükkel úgy anatómiailag egyébként semmi probléma nincsen. Tehát ez egy fontos dolog, amit ismerni kell. A diasztolés idő rövidüléséről beszéltem az előbb, tehát minden olyan állapot, ami szívfrekvencia fokozódást okoz, legyen az egy tahiaritmiás állapot, egy mitral fibrillációban, vagy egy szívfrekvencia növekedés egyéb betegségek következtében, ez mind-mind csökkenti a miokardiális perfúziót. Az afterload növekedéséről szintén említést tettem, tehát minden olyan állapot, ami legyen az egy aorta sztenózis vagy egy hipertónia, ami afterload növekedéshez vezet, ezek mind miokardiális hipoperfúziót is okoznak egyidejűleg. A leggyakoribb, amire gondolni szoktunk a miokardiális hipoperfúziónál, nyilván azok az aterosklerotikus plakkok a koszorúér rendszeren belül, amik ezt a szűkületet okozzák, és kvázi a szűkület következtében jön létre a hipoperfúzió. Ez a szűkület viszont lehet tulajdonképpen egy funkcionális szűkület is, amikor csak egy spazmusról van szó, ami egy átmeneti jellegű szűkület, ami utána oldódni is tud, tehát ez pedig egy átmeneti miokardiális hipoperfúzióval jár, tehát ezek azok a patofiziológiai tényezők, amikkel így a klinikus gondolkodásában számolni kell. Másik nagyon fontos szempont az, hogy a múlt előadásban utaltam már rá, hogy mennyi bajt tud csinálni a tartós szimpatikus aktivitás. Ugye a szívelégtelenségre most nem fogok részletesen kitérni, mert erről egy egész előadás hallottak azok, akik meghallgatták. Viszont a szimpatikus aktivációnak számos egyéb vonatkozásban is van patogenetikai szerepe, illetve bizonyos betegségeknél nem csak a patogenezist, hanem a progressziót is elősegíti. Ilyen a hipertónia, ilyen a ebből adódó célszervkárosodás, a metabolikus szindróma szintén összefügg a tartós szimpatikus aktivitással, az iszkémiás szívbetegség, amiről ma beszélünk, ezen kívül van direkt kamrai aritmiákat okozó hatása, nagyon tudja befolyásolni a tartós szimpatikus aktivitása, az infarktus utáni mortalitási viszonyokat, és talán kevésbé ismert, de nagyon fontos az is, hogy magát az aterogenezist is befolyásolja, tehát szerteágazó támadásponttal képes magát az iszkémiás szívbetegséget befolyásolni, és miután sajnos ugye Magyarország egy ilyen nagyon szimpatikus nemzetnek mondható, most ezt idézőjelben teszem, mert én valóságban persze én így gondolom, de most ha patofiziológiailag nézzük, sajnos úgy is igaz. Ezért a stressz és a szimpatikus aktivitásnak a növekedése, ez feltétlenül talán az egyik legfontosabb otthoni rizikófaktornak számít, amiből aztán egy csomó járulékos rizikófaktor következik, mert aki stresszben él, ugye az könnyebben nem figyel oda a táplálkozásra, könnyebben nem figyel oda a rendszeres mozgásra, könnyebben gyújt cigarettára, könnyebben elhízik, tehát ezek mind-mind járulékos rizikófaktorként hozzáadódnak, de talán az egyik kulcs rizikófaktor az maga a stressz, illetve a stressz patofiziológiára lefordítva egy ilyen tartós szimpatikus aktivitást jelent. A szimpatikus hiperaktivitásnak ugye van közvetlenül az endotél funkcióra gyakorolt keltezőtlen hatása,
egy aterogén diszlipidémiát ki tud alakítani, és hát ennek következtében egy korai ateroszklerózist, és talán kevésbé ismer, de tudni kell azt, hogy a trombociták alfa-1 receptorain keresztül egy trombocita agregáció fokozódást is, tehát egy trombogén hatást is kiválthat a szimpatikus hiperaktivitás. Kicsit tovább lépnék a gondolatokkal. Ez egy régi ábra, de ugye általában a régi ábrák nem mindig elavultnak tekinthetők. A borok évjáraták között is vannak olyan régi évjáratok, amik tényleg csodálatosak lesznek az idővel. Ez is egy olyan ábra, amit gyakorlatilag évtizedek múltán is majd érdemes lesz vetíteni és megszíglelni. Tudnélik, azt csinálták ezek a vizsgálók, hogy több vizsgálat metaanalízisét alapul véve megnézték, hogy az infarktus megelőzően, ahol lehetett tudni, hogy milyen mértékű volt a koszorú szűkület, akkor tehát retrospektíve ezeket megvizsgálták azoknál a betegeknél, akiknél ez elemezhető volt. És az derült ki, hogy az eseteknek a 68%-ában infarktus előtt a koszorúér szűkületnek a mértéke az kisebb volt, mint 50%. Annak a koszorúér szűkületnek, ami adott esetben az infarktussal kapcsolatos volt. 18% esetében volt olyan 50-70% közé tehető a szűkületnek a mértéke, és mindössze 14% volt azoknak az eseteknek a száma, ahol az infarktus megelőzőnek egy jelentős 70% fölötti szűkület volt a koszorúéreken, az adott koszorúéren. Hát ezen érdemes egy kicsit elgondolkozni, mert ugye sokan úgy gondolják, hogy az infarktus az úgy alakul ki, hogy szűkül, aztán egyszer csak elzárulik. Hát a valóság az sajnos nem így van az esetek többségében. Mindjárt megmutatom, hogy miért. Egy másik vizsgálat, ami ezzel kapcsolatos, az azt mutatta, hogy a koszorúér betegségnek az első jele nagyon sokszor nem az angina pectoris, meg a figyelemfelhívó tünetek, hanem rögtön a hirtelen halál, vagy rögtön a szívinfarktus. Ez a vizsgálat tanúsága szerint 62%-ban volt így a férfiak esetében, hogy nem voltak előzetes tüneteik a infarktus megelőzően, és 45%-ban volt így a nők esetében. Tehát ez megint csak egy nagyon elgondolkoztató adat. Próbáljuk meg akkor megmagyarázni patofiziológiai szempontból, hogy ez hogy is lehetséges. Ugye itt van egy, mondjuk egy koszorúér lumen átmetszet, itt van a lumen, itt van az érfal, a média, az intiba, és itt van egy olyan koronária ér, ahol a lumen az tulajdonképpen egészséges, szinte alig szűkebb, mint a normális lumen, de ugyanakkor az ér falában itt van egy nagyon fontos és kiterjedt lipid mag, amit egy ilyen vékony fibrózus sapka borít csak a lumen felé, és hát ez egy ilyen időzített bombának mondható, mert abban a pillanatban, ahogy ez a vékony fibrózus sapka bereped, egy teljes okklúziót előidéző trombus képződik, és egy akut elzárulás. Tehát ha egy ilyen koszorúér van, ugye, az addig, ameddig ez a berepedés nem történik meg, és viszonylag megtartott a lumen, addig az égvilágon semmilyen klinikai tünetet nem okoz a beteg számára, hát vígan terhelheti magát, semmi baja nincs. Egyszer csak a derült égből a villámcsapásként jön a baj, amikor teljesen elszárodik a lumen. Tehát ezt
mindig érdemes fejben tartani ezt az ábrát, amikor egy olyan beteggel találkozunk, akinek számos koszorúér rizikófaktora van, és nagy valószínűséggel rendelkezik egy ilyen koszorúér szakaszsal, ahol ugye már ott van a vulnerábilis, vékony fibrózus sapkát borított plak, ami bármikor berepedhet, még akkor is ott van, hogyha ez nem okoz érdemi szűkületet. Itt egy példát mutatnék erre. Ugye itt van egy koronarográfiás felvétel, ez a LADA, tehát a ramus descendens anteriornak a proximális szakaszán. Azt látjuk, hogy egy tökéletes átáramlás van, itt a kis nyillal látszik, hogy itt semmiféle szűkületre utaló jel, hál' Istennek, nincsen. Ugyanakkor, hogyha megnézzük, ugyanez igaz itt a középső szakaszon is. Ugyanakkor, hogyha egy ilyen IVUS technikával nézzük, tehát ez egy ilyen intravaszkuláris ultrahang, amit be lehet vezetni az érbe, és azzal lehet kvázi vizualizálni a fal szerkezetet, akkor látjuk, hogy itt ezen a szakaszon, a falban ott van a plak, tehát szó sincs arról, hogy ez egy épp koszorúér szakasz lenne, ami ha adott esetben bereped, akkor pillanatok alatt tud egy nagy extenzív anterior infarktust okozni. De tehát itt azt kell látni, hogy még nem csak, hogy a terheléses vizsgálat ha negatív, hanem ha még a koronarográfis vizsgálat negatív, még akkor is elképzelhetők ezek a vulnerábilis plakkok az érfalban, tehát ilyen szempontból a tehát a sokszoros rizikófaktorokkal rendelkező betegeknél már akkor is meg kell kezdeni a preventív kezelést, a plak stabilizáló kezelést, amire már később utalni fogok, hogyha azt látjuk, hogy teljesen épnek tűnik a koszorúér rendszer. Mert egy pillanat alatt bármilyen meglepetés érhet minket. Ugye sokkal egyszerűbb a helyzetünk klinikusként akkor, hogyha a betegnek egy olyan koszorúér szűkülete van, ami érdemben okoz lumen csökkenést, tehát szűkületet. Ugye ilyenkor, hogyha mondjuk ez egy úgy történik ez a szűkület, hogy van egy kisebb lipidmag, azt egy ilyen jó vastag fibrózus sapka borítja, aminek a berepedési lehetősége ugye jóval kisebb, akkor ugyan a beteg az anginázik, mert bizonyos terhelés, mondjuk van egy effort anginája a szűkület következtében, mert ez a szűkület ez akadályozza a szívizomnak a vérellátását valamelyest, de ugyanakkor azt lehet látni, hogy hogy a állapot az viszonylag stabilnak tekinthető, tehát ez az a helyzet, ami végül is szerencsés a beteg számára, mert ilyenkor a betegség felismerhető a klinikai tünetek alapján, és ugyanakkor kezelhető is, mert ez a szűkület aztán föltágítható, kisánfázható egy stenttel a feltágított rész, és akkor tulajdonképpen megoldottuk a problémát. Egy másik érdekesség, csak így a szemlélet kialakítás miatt, hogy a férfiak és a nők koszorúér betegsége között van anatómiai különbség általában. Tehát a férfiaknál, hogy itt lehet a koszorúér rendszernek egy ilyen hosszanti szegmensét látni, és ez a sárga rész itt a falban, ez tulajdonképpen az ateromatózus plakkot jelenti, és ebben a vonatkozásban itt nagyon jelentősek a kaliber ingadozások, tehát van, ahol nagyon szűkebb, van, ahol tágabb, tehát a kaliber ingadozás a férfi koszorúér rendszerben egy érintett szakaszon sokkal jelentősebb, mint a nőknél, ahol jól lehet jelentős a koszorúér érelmeszesedése, tehát az ateromatózus plakk kiterjedten jelen van, de miután nincs akkora kaliber ingadozás, ezért a koronarográfiás vizsgálatnál, ami tulajdonképpen csak a
ilyen lukat vagy az üreget tudja lefényképezni feltöltött állapotban. Azt lehet látni, hogy hát van egy gracilis hölgynek egy gracilis koronária rendszere, és azt gondolhatjuk, hogy hát ez rendben van, mert itt tulajdonképpen nincs számottevő szűkület. Ugyanakkor egy súlyos hosszúrér betegség van, kiterjedten jelen a hosszúrér rendszerében. Hát ez egy fontos ismeret, amit ezzel az ábrával szerettem volna demonstrálni. És talán ebből adódik az, hogy ugye a nők hosszúrér betegségének a felismerése az kicsit nehezebb dió, mint a férfiak esetében. Tudnélik, azt lehet látni, hogy a mortalitási trend, ugye, annak idején egy ilyen amerikai 2016-os ábrán látszott, hogy pont ellentétes volt a férfiak és a nők esetében a 90-es évektől kezdve, egészen a 2000-es évekig. Tehát amíg a férfiaknál beindult egyfajta csökkenés a szív- és érrendszeri halálozásokban, addig a nőknél ellenkezőleg egy növekedés volt megfigyelhető. Később aztán erre jobban elkezdtek odafigyelni, pont emiatt a tendencia miatt, és akkor a jobb odafigyelés és a megfelelő kezelés következtében a nőknél is elkezdett ez a trend csökkenni. De a nők esetében ugye nehezebb a felismerése a hosszúrér betegségnek, vegyesebbek a tünetek, nem annyira típusosak, sokszor ugye színesebben adják elő a hölgyek, tehát nehezebb a diagnosztikája a hosszúrér betegségnek, és sokszor a terápia is sokkal tapintatosabb, nem annyira agresszív, és emiatt nem is annyira hatékony sok esetben. Úgyhogy ebből adódóan azt lehet tudni, hogy a nőknél az infarktus utáni első éves mortalitás az sajnos magasabb, mint a férfiak esetében. És ugyanez igaz még az 5 éves mortalitásra is, ami szintén magasabb, sőt még a 5 és 10 éves időszakban is van különbség sajnos a nők hátrányára, és ugyanez igaz a szívelégtelenség kialakulására, vagy stroke kialakulására infarktust követően, gyakoribb a nőknél, mint a férfiaknál. Tehát ez ilyen szempontból a nők az infarktust követően sérülékenyebbnek mondhatók. Ugyanakkor természetesen az is igaz, hogy az első infarktus a nőknél, az későbbi életkorban tehető, mint a férfiaknál, tehát az első infarktus átlagos életkora azért nagyon sok esetben 70 fölött van, a férfiaknál pedig legalább egy 5-6 évvel korábban. A fiatal nők tekintetében ugye lehet ugyan egy hormonális védelemről beszélni, ez igaz is, de ugyanakkor azért tudni kell azt, hogyha egy fiatal nő halmozza a rizikófaktorokat, akkor azért sajnos náluk is ki tud alakulni infarktus. Nekem volt annak idején olyan betegem, még a fiatal kezdőorvosként a Bajcsi Kórházban, olyan fiatal 18 éves cigánylány, aki napi 3 csomag cigarettát szívott el, ezen felül ugye hihetetlen stresszes életet élt, és megkapta 18 éves korára az excesszív anterior infarktusát. Tehát azért nem lehetetlen fiatal korban sem infarktus kapni, de ahhoz azért elég sok mindent kell ennek érdekében tenni. A hormonális védelem az valóban a menopauza előtti szakaszban ritka az, hogy a nők infarktus kapjanak, és aztán a menopauza után ugye egyre, ahogy múlik az idő, ez a lehetőség egyre gyakoribbá válik. Pár szót ejtenék csak az angina pectoris differenciál diagnosztikájáról, amennyiben stabil angináról van szó, akkor ez nem annyira
bonyolult, bár hozzá kell tudni tennem az, hogy azért nagyon sokszor vannak atípusos panaszok, és annak idején megfigyelték, hogy az amerikai ilyen CHEST centrumokba beérkező betegek, akiket gyorsan osztályozni kellett, hogy infarktus, nem infarktus, és ugye aki gyanús volt, azokat tovább küldték megfelelő koronári őrzőbe, obszervációra. Ezeknél is még azt lehetett mondani, bár ott profi szakemberek végezték az osztályozást, hogy a hazaküldött betegek egy része is sajnos megkapta az infarktusát. Tehát nagyon sokszor előfordul az, hogy teljesen atipusos panaszokkal jön valaki, és mégiscsak angináról van szó. Azért azt tudni kell többire, hogy az extrakardiális panaszok azokra jellemző az, hogy testhelyzettől függő a mellkasi fájdalom, légzéssel összefüggő mellkasi fájdalmakról van szó. Egészen más lokalizáció van, más a kisugárzás, de ezzel együtt óvatosnak kell lenni, és figyelni kell inkább egy kicsit a beteget, és utána véleményt mondani. A panaszok jellege, ugye az természetesen számít, de segítséget nyújthat a beteg életkora, azért ha fiatal beteg jön különösebb rizikófaktorok nélkül, mellkasi panasszal, akkor hát nyilván nem infarktusra fogunk először gondolni. A nemeknél is számít az, hogy férfi vagy nő, ugye főleg még egy premenopauzás időszak esetében, és hát ugye mindenképpen figyelembe kell vennünk azt, hogy láthatóan milyen rizikó tényezőkkel rendelkezik az illető, és hát milyen társdiagnózisok vannak. Tehát azért összességében ez a klinikai judícium egy mellkasi panasszal jelentkező betegnél, ha valakinek már van kellő tapasztalata, azért jó közelítéssel megmondható, hogy ott kell-e tartani a beteget megfigyelésen vagy sem. Ha bizonyítani akarjuk, hogy a terhelésre kialakuló panasz az valóban iszkémiás szívbetegséget jelente vagy sem, ugye hát erre több lehetőség van a terheléses EKG vizsgálat során, akár treadmill-el, akár tehát futószalaggal, akár kerékpárral növeljük a szívizomnak az oxigénigényét, adott esetben a célfrekvencia, illetve legalább annak a 85%-áig el kell jutnunk. És ha ez akkor végezhető el, hogyha egyébként egy normális nyugalmi EKG van, tehát nincs például baltabraszárdoktól a betegnek, vagy nem EKG ritmus látható az EKG, tehát amikor elemezhetők az STT eltérések a terhelés hatására, tehát hogyha patológiás esti depresszió jelentkezik, különösen, hogyha ez társul anginás panasszal, akkor végül is megvan a diagnózisunk, és akkor a következő lépés már a koronarográfia lesz. Azoknál a betegeknél, akik például ugye tolószékben vannak, vagy valami oknál fogva nem tudnak sem kerékpározni, sem menni a futószalagon, ott szoktuk alkalmazni a stresszerót, ahol tulajdonképpen gyógyszeresen fokozzuk a szívrobutaminnal a szívfrekvenciát, és közben a alkamra falmozgását nézzük, hogy hipokinézis kialakul-e valamelyik szegmensben a frekvencia fokozódás hatására. Ugye a hipokinézis, vagy akár az akinézis, az az iszkémiának egy ilyen következménye, az a falmozgást tekintve. Lehet holterről diagnosztizálni. Ezt ma már az az igazság, hogy egyre kevésbé használjuk az iszkémiás szívbetegség diagnosztikájában, bár mondjuk ilyen, főleg ilyen éjszakai spasztikus angináknak a tettenérésére továbbra is nagyon alkalmas lehet. A terhelés és taldium-szintigráfia az egy viszonylag előretörő diagnosztikus eszköz. Tudnélik, ilyenkor
ugye nem az EKG alapján kell megítélnünk a helyzetet, hanem a perfúzió csökkenés, a miokardiális perfúzió csökkenés az, ami végül is a tallium izotóp elosztásának a különbségéhez vezet. Utána az gamma kamerával tudjuk detektálni, és ez tökéletesen alkalmas eszköz olyan esetekben, amikor például balszárblokkos betegről van szó, vagy korábban már infarktusa volt, vagy pacemakerre van az illetőnek. Lehet egy ilyen ábrát látni, ahol iszkémiát kimutathatunk, és spekter, és hát ma már lehetőség van a koronária CT-re, ami tulajdonképpen azon felül, hogy az ér lumenét lehet vizualizálni vele, tulajdonképpen egy kicsit a falszerkezetbe is betekintést kapunk, tehát egy kicsit többet látunk, sőt a kalcium score révén a meszesedés mértékét is láthatjuk. Magas kalcium score esetén azért hozzá kell tegyem, hogy nem tudja sajnos a koronarográfiát helyettesíteni. És ha ilyen dubiózus lelet van, akkor is a koronarográfia még ma is a perdöntő a diagnózis felállításában. De egy koronarográfiás kép, hát ezt nyilván mindenki látott már ilyet, úgyhogy nem megyek nagyon bele. A diagnosztikára több szót most nem fecsérelnék, hanem inkább egy kicsit a terápiás megközelítésről beszélnék, és az ezzel kapcsolatos irányelvekről. De hát a világon a globalizáció következtében ezek az általános guideline-ok, irányelvek mindenhol egyformán elfogadottak lettek, és hát ennek következtében elég egységes a terápiás szemlélet az iszkémiás szívbetegség tekintetében is. Ugye ezzel együtt azért hozzá kell tennem azt, hogy a guideline-ok mellett nagyon fontos a gondolkodás megtartása, és az adott esetben az individuális kezelés. Tehát nem rögtön ráborítjuk a betegre azt a terápiát, ami a guideline-ban szerepel. Tehát ez úgy is szoktuk mondani, hogy nem ilyen stelázsi fenomen kell, ami rögtön ráborul minden a betegre, hanem hát meg kell ítélni azt elég alaposan, hogy az adott betegnél, az adott társdiagnózisok mellett, az adott körülmények között mi lenne az ideális választás, ami azért elméletileg kapcsolódik a guideline-ok ajánlásához is. Tehát ez ugye régen mondtuk azt a guideline-ok megjelenésére, hogy minek ide ma már az ész, mikor itt az evidence-based. Hát ezt ugye nyilván nem lehet így felfogni, hanem nagyon fontos az egyéni gondolkodás és az egyéni judícium is minden beteg kezelésénél. Akkor a miokardium antiszkémiás kezeléséről szeretnék most egy kicsi összefoglalót tartani. Az egyik nagyon fontos tényező az a szívfrekvenciának a mérséklése. Hát nyilván, hogyha 50-es a szívfrekvencia, akkor azt nem kell tovább mérsékelni, de általában nem ez a helyzet, de ha már egy olyan 70-80-as szívfrekvenciával érkezik valaki, akkor már jót tesz, hogyha levisszük a frekvenciáját a 60 körüli értékre, de ha 50 és 60 között van, az egyáltalán nem probléma. Igazából jó, mert a frekvencia csökkenés, ugye, mint az előzményekben láttuk, a szívizom oxigén igényét csökkenti, ugyanakkor a diasztoléshoz megnövelésével a koronária keringés javítja, tehát csak csupa jót teszünk a beteggel a frekvencia mérséklés kapcsán. Ugye ide tartoznak a beta-blokkolók és a fenilalkilamin típusú kálciumcsatorna blokkolók, amiket így a iszkémiás szívbetegségben használunk. Frekvencia csökkentésre soha nem alkalmazunk iszkémiás szívbetegségben például a
digitáliszt, tekintettel arra, hogy a digitálisztnak önmagában van egy szívizom igény, szívizom oxigén igény fokozó hatása, tehát a digitáliszt, mint olyat azt a iszkémiás szívbetegség kezelésében el kell felejteni. Ugyanakkor a kontraktilitás csökkenése az szintén jótékony, mert az is szívizom oxigénigényt csökkent. A bétablokkolónak van egy ilyen jótékony komponense is, jókérülő hatás komponense. Természetesen ezt is csak mértékkel lehet, mert a súlyos szívelégtelenségben nem lehet a negatív inotróp szereket mértéktelenül adni. Ugyanakkor a koronária dilatáció az megint csak egy terápiás lehetőség, ami javítani tudja a koronária perfúziót, tehát a nitrátoknak az adása az abszolút szóba jön a iszkémiás szívbetegségnek, akár akut, akár krónikus formában. És hát amennyiben feltételezzük, hogy koronária spazmus is szerepet játszik, és azért ezt általában feltételezni kell, mert tudnunk kell azt, hogyha valahol a koszorúi rendszerben van egy organikus szűkület, arra nagy előszeretettel szokott egy spazmus is még plusz ráülni, és az tovább képes a lument szűkíteni. Tehát ilyen szempontból azok a gyógyszerek jönnek szóba, elsősorban a kálcium csatorna blokkolók, ugye azért nem kálcium antagonistát mondok, mert itt is hibás a szóhasználat, mert valójában semmiféle antagonisztikus hatásról nincs szó, hanem kálcium csatornát blokkolunk az elcsatornákat. Úgyhogy ezek mind szóba jönnek, legyen az akár dihidropiridin típusú kálcium csatorna blokkoló, akár fenilalkilamin típusú, vagy benzotiazepin, a diltiazen tartozik oda, a dihidropiridinekhez pedig hát a amlodipin, és az összes ilyen dipinek, a felodipin, nitrendipin, és így tovább. Ezek felül még hemodinamikailag fontos az, hogy a magasabb vérnyomást, illetve, bocsánat, tehát először a prelódot csökkenteni tudjuk, tehát az azt jelenti, hogy a balkamrai beáramlás, tehát a balkamrai végdiasztolés nyomást tudjuk csökkenteni. Ezek a vénás oldalon ható vazodilatátorokkal csökkenthetők, tehát a nitrátok ilyen szempontból is nagyon fontosak. És hát hozzá jön még a balkamrai afterload csökkentése is, amikor ugye az artériás oldalon ható vazodilatátorokkal lehetséges ez, ami szintén ugye csökkenti a balkamrának a terhelését, a oxigén igényét, és ezáltal tulajdonképpen antiiszkémiás hatása van. Mindezek együttesen nevezhetők ilyen hemodinamikai szereknek, tehát ami hemodinamikai megfontolások alapján képes a miokardium antiiszkémiás kezelésére. Van más lehetőségünk is. Elsősorban ugye, ami talán legközismertebb, a mechanikus revaszkularizáció, tehát amikor akár akut állapotban, akár krónikus helyzetben egy koszorúér szűkületet feltágítunk, és azt utána stenttel rögzítjük a tágított állapotot. Hát ezt hívjuk mechanikus revaszkularizációt, amikor a koronária flow-t mechanikusan helyre tudjuk állítani. Ezen felül pedig lehet egy úgynevezett gyógyszeres revaszkularizációról is beszélni. Ez tulajdonképpen annyit jelent, hogy ma már a statinok révén rendelkezünk egy olyan lehetőséggel, hogy megfelelő dózisban titrálva a statinokat, az ateromatózus plakkoknak a volumenét egy megfelelő terápiával, megfelelően intenzív és hosszabb tartó terápiával csökkenteni tudjuk. Tehát ilyen értelemben a
szűkület mértéke is gyógyszeres beavatkozással hosszabb távon csökkenthető. Tehát ezt nevezhetjük kvázi egy gyógyszeres revaszkularizációs lehetőségnek. Tehát összességében maga a revaszkularizáció az át a következő lehetősége az antiiszkémiás kezelésnek. Ezen felül lehetséges egy metabolikus intervenció, amikor egy kevésbé oxigénigényes formában működik a miokárdium. Erről majd részleteiben beszélek a trimetazidin kapcsán, tehát van már erre is lehetőség. És összességében azt kell tudni, hogy mindezek a beavatkozások, ebodibaikai szerekkel, revaszkularizációval, metabolikus intervencióval azt célozzák, hogy a balkamra funkciót javítani tudjuk. Tudnélik, az iszkémiás körülmények között a balkamra funkció az csökkenni szokott, rigidebb lesz, az ejekciós frakció is csökken, és a balkamra diasztolés funkciója is csökken. Erről elég részletesen beszéltem a múlt előadásban. És még egy szempontot hozzá kell tegyek az antiiszkémiás kezeléshez, ami abszolút nem egy elhagyagolható szempont, az pedig a plak stabilizáció. Tehát az előző ábrán mutattam egy vulnerábilis plakot, ugye, ami egy időzített bombaként egy teljes elzáródáshoz vezethet plak ruptúra következtében. A plak stabilizáció az azt szolgálja, hogy ezek a vulnerábilis plakkok ne tudjanak berepedni, tehát ne ruptúráljanak, és ne okozzanak aztán teljes lumen elzáródást. Egy ilyen plak stabilizáló szerepe van a statinoknak, tehát ezért a statinok azok rutinszerűen adandók akkor, ha valakinek halmozott rizikófaktora van, pontosan annak érdekében, hogy ezeket a hirtelen kardiovaszkulális eseményeket meg tudjuk előzni, és ezt számos nagy klinikai vizsgálat igazolta, hogy ez lehetséges így. Tehát akkor lebontva egy kicsit az előzőeket, tehát stabil angina ajánló gyógyszereinél a tüneteket tudjuk csökkenteni a nitrátokkal. A nitrátok lényege az, hogy a venodilatációt okoz, ezáltal a diasztolés terődés csökken, balkamrai töltőnyomás csökken, és ezáltal a szubendokardiális perfúziót tudja javítani. Rövid hatású nitrátokat használunk akut esetben, szublingválisan, hosszú hatásúakat pedig hát vagy perosz, vagy transzdermálisan szoktunk. Ilyenkor, hogy nitrát tolerancia ne alakuljon ki, ügyelni kell arra, hogy legyenek nitrátmentes periódusok is. A bétablokkolóknál ugye az fontos, hogy tudjuk, hogy az oxigénigény csökkenti, miután csökkenti a szívfrekvenciát is, kontraktivitást is, vérnyomást is. Általában a tüneteket csökkenteni szokta a bétablokkolók iszkémiás szívbetegségben, sőt, még a terhelhetőséget is javítják. Azt tudni kell, hogy ma már csak beta-1 szelektív beta-blokkolót használunk gyakorlatilag a iszkémiás szívbetegeknél. A beta-2-nek a blokkolása az inkább ártalmas, tekintve, hogy a koronáriában beta-2 receptorok vannak. Tehát ilyen szempontból azoknak a blokkolása az inkább spazmust okoz, úgyhogy ez inkább kerülni kell. A tünet és frekvencia csökkentés érdekében szoktunk dózist felfelé titrálni, tehát vazos fasztikus anginát, különösen a non-szelektív bétablokkolók, azok rontani is tudják. Tehát ilyenkor mindig a szelektivitás az fontos szempont. Van egy viszonylag új gyógyszercsoport, ami az iszkémiás szívbetegségek kezelésében ugye ma már polgárjogot nyert, bár nem túl extenzív módon használják. Ez pedig a szívfrekvencia csökkentés a szinuszcsóvóban a
fanikaront, csökkent gátlása révén, IF csatorna gátlás, tire gátlásával. Ez hasonlóan kedvező, mint a beta blokkolók a randomizált vizsgálatok szerint. Ami különbség van a kettő között, ugye még visszatérek ide, az az, hogy ezek a ivabradin nevű gyógyszer, aminek mindjárt mutatom a hatását, ezek nem rendelkeznek negatív inotróp hatással, és nem befolyásolják az AV vezetést szemben a bétablokkolókkal. Tehát az AV csomóra nem hatnak, csak kifejezetten a szinusz csomóra. Ennek következtében egy nagyon szelektív és érdekes hatású szer, amikor már nem titrálhatjuk tovább a bétablokkolót például, akkor adott esetben, és még frekvenciát szeretnénk csökkenteni, mert nem kellően csökkent a szívfrekvencia, akkor például még hozzá is adhatunk ivabradint a bétablokkoló terápiához. Most itt látszik az ivabradinnak a hatásmechanizmusa, tehát ez az úgynevezett lassú, spontán diasztolés depolarizáció, ami normális körülmények között is megtörténik a miokárdiumban, illetve hát ez igazából a szinusz csomót jelenti itt ebben az esetben, az annak a szlópját ellustítja, tehát kevésbé meredekké teszi ez a gyógyszer, és ebből adódik a frekvencia csökkentő hatása. Tehát ez a hatásnak a lényege, hogy a spontán diasztolés depolarizációt lassítja maga a gyógyszer. És ezért szelektív, mert ez kifejezetten csak a szinusz csomóra hatva igaz. Azt tudni kell, hogy természetesen, hogyha nincs a betegnek szinuszritmusa, vagy pitva fibrillál, akkor szóba se jön a frekvencia csökkentés címén ivabradint adni, mert az egy butaság lenne, tekintve, hogy ez csak a szinusz csomó működését befolyásolja. A kálcium csatorna blokkolókról is pár szót ejtenék, ugye ez szisztémás is a koronária vazodilatációt is okoz, a kálcium beáramlás gátlásával az L-típusú csatornákon. Tehát egy heterogén gyógyszercsoport, említettem, hogy vannak a dihidropiridinek, ezeknek nagyobb a vazoszelektivitása, tehát jobban tudják a vérnyomást is csökkenteni, és van a verapamil és a diltiazem, ezek viszont csökkentik a kontraktilitást és az AV vezetést, illetve a szívfrekvenciát is csökkenteni tudják. Tehát a szívfrekvencia csökkentés az, ami szerencsés, az AV vezetés az nem mindig csökkentése, nem mindig szerencsés. De összességében, tehát differenciáltan kell a kálcium csatorna blokkolókat alkalmazni, tehát olyan esetben, amikor lusta a szívfrekvencia eleve, vagy AV vezetési zavar van, akkor mindenképp csak dihidropiridin választható, ha pedig magas a szívfrekvencia, akkor pedig választhatunk ilyen fenilalkilamin típusú verapamilt, vagy benzotiazepin típusú diltiazemet is, ami viszont erőteljesebben tudja csökkenteni a szívfrekvenciát, de a koronária spazmus gyakorlatilag mindegyik csökkenteni tudja. Tehát amikor spazmusra van gyanú, akkor érdemes ezt a gyógyszert vagy akár a bétablokkoló helyett, vagy akár annak kiegészítéseképpen adni. Vannak a káliumcsatorna nyitók, ennek a lényege, hogy aktiválja a káliumcsatornákat nitrátszerű vazodilatátor hatással. A nikorandil az, ami ebből leginkább közismerten használt, ez csökkenti a halálozást is. Magyarországon, amikor én még 10 évvel ezelőtt otthon voltam, akkor még ez a gyógyszer nem volt elérhető, hát most azóta nem tudom, hogy van-e vagy sem, de lényeg az, hogy nem került be a rutinterápiás gyakorlatban.
általában jótékony hatást fűznek hozzá, nem első körbeli szer, az biztos, de adjuvánsként nagyon javasolható, nem minden országban férhető hozzá, a mai napig sem. Van egy másik érdekes gyógyszer a diszkémia csökkentésére, ezek a metabolikus hatású szerek, a úgynevezett glukózoxidáció relatív fokozását képesek a sírsav metabolizmushoz képest előidézni. Gyakorlatilag nincs hemodinamikai hatásuk, tehát nem hatnak sem a szívfrekvenciára, sem a vérnyomásra. Tehát ilyen gyógyszer a trimetazidin és a ranolazin. A ranolazin nem mindenhol elérhető, a trimetazidin az gyakorlatilag Európában igen. A szívizom iszkémiából adódóan ugye van egy oxigén hiányos állapot a miokárdiumban. Annak következtében a szabadzsírsav és a glukózoxidáció lehetősége tehát csökkenni fog. És emiatt a anaerob körülmények között is ATP-t létrehozni képes glikolízisnek a szerepe meg fog nőni. A glikolízis megnövekedése plusz a glukózoxidációnak a csökkentése következtében van egy laktát és egy protonfelszaporodás a miokárdiumban, ami az intracellulális nátrium és kálcium szint növekedését okozza, és ennek következtében több ATP felhasználás válik szükségessé a miokárdiumban, hogy ezt a megbillent egyensúlyt, az ion homeosztázist helyre tudja a szív állítani. Most, ha a direkt gátlása történik a szabad zsírsav oxidációnak, az indirekt módon a glukóz oxidációt fokozni tudja. Tehát a szabad zsírsav direkt beta-oxidáció inhibitora, az úgynevezett 3-ketoacil koenzim A tioláz inhibitorok, ilyen a trimetazidin, amiről az előbb beszéltem, és ez tulajdonképpen ez az, ami ebben az esetben úgy tudja a miokardiumnak az energetikáját javítani, hogy nem fokozódik az oxigén felhasználás. Ez egy következő gondolat, amire már korábban is utaltam, az az úgynevezett gyógyszeres revaszkularizációs lehetőség. Tehát itt látszik az IVUS technikával, itt ennek a intravaszkuláris ultrahangkatéternek az átmetszete van. Ez a lumene a koronáriának, ez pedig itt a falban lévő nagy aterosklerotikus massza, és azt lehet látni, hogy a reverzál study-ban annak idején, hogy az LDL koleszterin 50%-nál nagyobb csökkentésével el lehetett érni a követési időszakban a ugyanazon a érszakaszon mérve az aterosklerotikus masszának a jelentős mérséklődését. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye valóban a lumen az növekedett. Tehát ilyen értelemben ugye ez a úgynevezett, ez 18 hónap alatt érték el. Tehát ez nyilván egy lassú beavatkozás, de egy gyógyszeres revaszkularizációra nem sürgős esetben ilyen formában van lehetőség. Ugye ez az ábra, ez egy fontos ábra, ez talán megmarad a fejekben, hogy a plak stabilizáció, ha lehet azt az időzített bombát kioltani a statinok révén, ami azokat a betegeket fenyegeti, akiknél ilyen vulnerábilis plakkok léteznek a koszorúérrendszerben. Na, most még egyszer megcsináljuk ezt a trükköt így. Akkor még egy csepp figyelmet kérnék a hallgatóságtól.
az akut koronária szindrómára térnék át. Ugye az akut koronária szindróma az egy olyan klinikai entitás, ami ma már az akut infarktus helyett is használunk, és az három formában mutatkozhat meg. Vagy egyáltalán nem látunk semmit az EKG-ben, nincs is EKG, mert a beteg az hirtelen meghal anélkül, hogy találkozna vele orvos, illetve hát már csak ebben a halott állapotban látják orvosok, vagy mentősök. Ez sajnos egy nagyon gyakori formája az akut koronária szindrómának, különösen Magyarországon, ahol ugye nagyon sokáig hezitál a beteg azon, hogy hívjon-e orvos, vagy sem a tünetek megjelenése után, tekintettel arra, hogy ugye tartósan kiesik a munkából, vagy mondjuk ki van centízve a anyagi állapota egyik hónapról a másikra, tehát nem szívesen hív mentőt, és nem szívesen vonul kórházba. Most ez a várakozási időszak, ugye az a legveszélyesebb, erre majd később utalok. Ekkor szokott a primér kamarafibrilláció kialakulni, és ilyenkor meghal a beteg otthon, anélkül, hogy ellátást kapott volna, vagy anélkül, hogy lenne lehetőség a defibrillálásra az akut kamarafibrillációban. A másik lehetőség, amikor ugye megjelenik az EKG-n az ST eleváció, tehát orvoskézre kerül a beteg, illetve lehet ST eleváció nélküli, ST depresszióval járó akut koronária szindróma is. Erről a kettőről most külön fogok beszélni. Az ST elevációnál aztán folytatódhat az egész csak egy instabil anginában, amikor nem keletkezik infarktus belőle, keletkezhet belőle nekrózissal járó infarktus és lonkú infarktus is, ami szintén nekrózis, de nem transzkurális, mint a Q esetében. És ugyanezek a variációk előfordulhatnak az ST depresszióval járó esetek következményeként is. Hát nézzük az ST elevációval járó helyzetet. Mi történik ilyenkor? Ugye ez megint csak egy ilyen koronária átmetszet. Itt látszik a koronária falban a sárga lipidmag, azt borítja egy ilyen vékony kék fibrózus sapka, ami vulnerábilis, amit feketével látszik, hogy megreped, és a repedés következtében hirtelen egy egész lument elzáró vörös trombus keletkezik. Hát ilyenkor egy mély plakfisszúra van, gyors és teljes okklúzió keletkezik, és a EKG-n egy transzkurális iszkémiát jelző ST eleváció jelenik meg. Ez a vörös trombus, ez vörös vérsejtekben dús, ezért is vörös trombus, és fibrinben nagyon gazdag. Tehát az ilyen vörös trombus, ez kitűnő szubsztrátum volt régen a trombolízisnek, tehát én tudnék ezzel jó valószínűséggel időben adott trombolízissel ezt a vörös trombust fel lehetett oldani. A másik lehetőség ugye az ST depresszióval járó eset, amikor ugyanúgy van egy ilyen lipidmag, egy fibrózus sapka, de itt nem egy hirtelen mély fisszúra következik be a plaknál, hanem egy ilyen felületes erózió van csak, és a felületes erózió következtében alakul ki egy szubakút részleges okklúzió a fehér trombussal. Ez a fehér trombus, ez trombocitában dús trombus, és egy plazminogén aktivátor inhibitorban viszont meg gazdag trombus, ami azt jelenti, hogy ilyenkor gyakorlatilag hiába alkalmazzuk a trombolízist, nem tudjuk ezt a típusú trombust vele feloldani. Úgyhogy ez a lényeges különbség a két ST eleváció és ST depresszióval járó
akut koronária szindróma patofiziológiai hátterében. És ugye most még egy picit történelmileg visszamennék az ilyen esetekbe, tehát amikor akut koronária szindróma volt, régen, amíg nem voltak koronária őrzők, hanem egy sima kórházi belosztályra vitték az ilyen betegeket, ugye se trombolízis, se revaszkularizációs lehetőség már nem volt, akkor hatalmas akut mortalitása volt az infarktusnak, ugye legalább 30%, és a későbbi mortalitás az még magasabb volt. Később, ahogy megalakultak a koronária őrzők, ahol már a beteget lehetőség nyílt monitorozni, azon felül pedig hát egy megfelelő hemodinamikai kezelést lehetett adni, sőt ott voltak a defibrillátorok kéznél. Ugye ezek már jelentősen javítottak a helyzeten az akut mortalitást illetően, mármint az intézetbe kerülő akut mortalitást illetően. Aztán később a trombolízis, a primér mechanikus revaszkularizáció, primér PCI vagy PTCA kapcsán, ez aztán sokkal lejjebb, ma már ennél sokkal alacsonyabb az intézeti mortalitás, bőven 5% alatt szokott lenni, de itt az evolúciót a történelem folyamán látni kell, hogy honnan indult, és ugye hál' Istennek hova érkezett ez az állapot. Hát akut infarktus kapcsán, ugye ha az ST elevációval járó akut infarktus vagy koronária szindróma, akkor szóba jön a trombolízis, és szóba jön a primér intervenció, tehát a PCI is, a primér koronária intervenció lehetősége. A beavatkozás időzítése az rendkívül fontos, mert ugye minél hamarabb tudjuk ezt a beavatkozást megtenni, ezt a reperfúziót, ugye annál nagyobb a nyereség, a százalékos nyereség a túlélést illetően, és a reperfúziót illetően is. Tehát ugye régen jelent meg ez a cikk, de a címe miatt hoztam ide, hogy a Time Matter, tehát Time is Myocardium and Time is Outcomes. Tehát ugye az, hogy milyen időzítéssel kezeljük az infarktust, milyen időzítésen történik a reperfúzió, ugye ez rendkívül fontos, minél korábban nyilván annál kisebb a miokárdium veszteség, és annál kedvezőbb a rövid és hosszú távú kimenetele is a betegnek. Reperfúziós kapcsán azt tudni kell, hogy fibrinolízist alkalmazva ez a TB3 flow, ez ugye magyarul annyit jelent, hogy tökéletesen helyreállt koronária áramlás, ez 50-70%-ban valósul meg, ha a 90 percnél alkalmazzuk ezt a fibrinolízist. És illetve 90 percen belül van ez így, ez függ a alkalmazás időpontjától, az első 3 órában igaz ez a 50-70%-os siker. A primér PCI esetében, tehát akkor mechanikusan tágítjuk fel az eret, ott ez 90%-nál magasabb sikert jelent 90 percnél, és nem függ a siker, mármint az átáramlás sikere a beavatkozás időpontjától. Ugyanakkor hozzá kell tegyem, hogy a nekrózis, tehát a következményes nekrózisnak a mértéke az természetesen függ a beavatkozás időpontjától, itt csak a megnyitásnak a sikeressége az, ami nem függ tőle. De ez egy érdekes ábra, tudni kell róla, hogy az infarktus kezdetekor, amit az előbb beszéltem, hogy a betegnek a döntési ideje az, ami rendkívül fontos. Volt olyan betegem annak idején, aki egy nagy pótkocsis kamiont vezetett a bécsi ringen, és akkor kapta meg az infarktusát, szorított a mellkasa,
nem akart hirtelen megállni, hanem várakozott egy kicsit, hát ha elmúlik majd, gyorsan idegességében még egy cigarettára is rágyújtott, mondanom se kell, hogy ez mennyire volt hatékony. És aztán a végén persze látta, hogy baj van, és akkor leállt a leállóságba, és úgy szedte le a mentő a kamionról. Nem történt, hál' Istennek, tömegkatasztrófa. De egy mondjuk magyar családapát is otthon a tévé előtt egy cigarettálás közben ér az infarktus, akkor, amit mondtam, ő is halogatja a döntést, hogy szóljon-e a mentőknek, vagy sem. Hát, ha enyhül majd ott van, az egy kis kupica pálinka, az lehet, hogy ott tesz ilyenkor, gondolja. Még egy cigarettára rágyújt, csak nem enyhül a harasz, és aztán lehet, hogy mire hívja a mentőt, addigra már késő lesz, illetve már nem is fogja tudni hívni, még ha szeretné sem. Tehát itt a beteg döntési ideje az nagyon lényeges, és Magyarországon ez egy nagyon kritikus szempont, és ez felvilágosítást igényel az orvos részéről azoknak a betegeknek a számára, akik ilyen potenciális jelöltjei az infarktusnak, hogy ilyen esetben nincs halogatnivaló idő, azonnal értesíteni kell a mentőket is, be a kórházba, be a koronári őrzőbe, illetve be lehetőség szerint az intervenciós centrumba. Tehát ez nem tűrhalasztást, inkább érkezzen a beteg fölöslegesen, mint hogy baj történjen. Utána az orvosi döntési idő, a mentők döntési ideje, a szállítás, ezek már mind-mind ugye befolyásolható és javítható tényezők, és utána pedig a beavatkozás utáni áramlás, helyreállás, azok szintén. Úgyhogy ebben a vonatkozásban nagyon sok előrelépés történt otthon is, tehát itt nincs igazán nagy gond. A nagy gond a beteg döntésével, hezitálásával van, és sajnos ebből adódóan olyan katasztrofálisak az otthoni statisztikai mutatók, és hát ugyanez igaz aztán sajnos a beavatkozás után hazakerülő betegeknél a terápiás fegyelemre és az életkort változtatás, illetve a nem változtatásra, ami miatt aztán a statisztikánk ott tart, ahol. Azt lehet látni, hogy a 6 hónapos mortalitás az természetesen összefüggésben van a balkamra funkcióval, tehát hogy milyen a balkamra ejekciós funkciója, minél rosszabb, ugye annál magasabb a mortalitás, tehát minél magasabb a miokardium vesztése a betegnek, annál nagyobb eséllyel fog meghalni 6 hónapon belül. Ez egy szintén korrélettanból ismert ábra, és csak azt szeretné bemutatni, hogyha van egy koszorúér elzáródás, ugye, akkor az endokardiális régió az, ami a legszenzitívebb a nekrózisra, és az endokardium felől halad a nekrózis az epikardium felé, amíg aztán a végén transmurálissá válik. És még egy jelenségről kell korrélattani szempontból említést tenni, aztán nagyon nem húzom már az időt, az pedig az, hogy ha van egy koronári okklúzió, ezt így kísérletesen is elő lehet idézni, ugye, és utána hirtelen felengedjük a koszorúért, tehát olyan, mint hogyha egy reperkúzió alakulna ki, akkor itt a koronári okklúzió idején van egy teljes falmozgás zavar, vagy akár akinézis, hogyha úgy tetszik, az okklúzió alatt. Ha felengedjük, és megtörténik a normális koronári áramlás, akkor ez a balkamrai funkciózavar, de sajnos nem azonnal áll helyre, hanem perzisztál még egy darabig, jó darabig, sőt, adott esetben napokig. Tehát a funkció és a perfúzió helyreállása és a funkció helyreállása az nem párhuzamosan történik, és ebből adódóan van az, hogy a beteg a perfúzió helyreállítását követően is kerülhet ugye balkamra elégtelenséggel
akár intenzív körülmények közé. Tehát azon kívül meg vannak a reperfúziós ritmuszavarok, amik ezt a helyzetet még rontani tudják. Tehát itt ez fontos tudni, hogy ez a balkamrai viabilitás, tehát a túlélés az hosszú távon persze lehetséges, de rövid távon ez a funkciózavar, ez annak ellenére megvan, hogy ez nem egy nekrotikus terület még. Ugye? És akkor csak egy pár szót a stentek lehetőségéről, ugye a palonos tágítást követően, ugye stentbeültetés történik a hosszú ereknél, szűkül szakaszán, és a stentbeültetés kapcsán, ugye régi ilyen bármetál stenteknél az történt, hogy ugye elindult egy ilyen endotél proliferáció, ami aztán utána a stentet bevonta, sőt, olyan jól kezdett el proliferálni az endotél, hogy egy ilyen instant restenózist tudott kialakítani, tehát a stenten belül tudott egy stenózist létrehozni. És miután egy ilyen instant restenózis az ilyen típusú stenteknél nem ritkán alakult ki, ezért vezették be ma már szinte kizárólagos jelleggel az úgynevezett trakiluting stenteket, ahol olyan gyógyszerfelszabadulás történik, ami ezt az endogén proliferációt meggátolja. Ennek pedig az a hátránya viszont, hogy lassabban gyógyul, tehát lassabban endotelizálódik a stentnek a belső felszíne, és ezért tovább trombogén marad ez a felszín, tehát ez a kettős trombocita aggregáció gátlás, amit ilyenkor alkalmazni kell, ezt hosszabban kell ezeknél a betegeknél alkalmazni. Na, ez csak egy ilyen rövid kis elméleti felvillantás volt úgy szintén. Ma már ugye vannak úgynevezett felszívódó stentek is, amik egyelőre még azért a terápiás rutinban nem kerültek bele, ez még további fejlesztés és értékelés alatt lévő terület. Hát ezzel szerettem volna tulajdonképpen egy pár gondolatot átadni ebből a témakörből, nyilván nem a teljesség igényével, de talán sikerült egy pár olyan szemléletet kölcsönöznöm a hallgatóságnak, amit tankönyvekből nem biztos, hogy el lehet sajátítani, úgyhogy köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet.